Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel mai beszélgető partneremet, Tomaly Monostora polgármesterét, Fazekas Szabolcsot telefonon fogjuk kapcsolni. Üdvözlöm, polgármester urat, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Tisztelettel köszöntöm a nézőket! Ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarország kormánya számos intézkedést vezetett be. Hogyan fogadták ezt a Tomaly monostoriak? Én így gondolom, hogy a településen élő lakosok elfogadták ezeket a rendelkezéseket, betartják a kijárási korlátozást, egyre kevesebb embert látunk az utcán, gyereket egyáltalán, nem idősek, nagyon ritkán, csak ebben az időszakban, amikor a boltba mehetnek. Én úgy gondolom, hogy mi megtettünk mindent a járványvédelemért. Az önök településén is van általános iskola, ott is elindult a digitális oktatás. Hogyan történik, milyenek a visszajelzések? Igen, elindult a digitális oktatás. Hát az első napokban egy picit ötödés volt, de mára már úgy gondolom, hogy működik. Nekem is van iskolás gyerekem, és hát látom, naponta ugyanúgy kell, így a számítógép elé is végzi el a kijelölt feladatokat. Az étkeztetés tekintetében gyermek, illetőleg ugye az idősek étkeztetésében milyen módosulások történtek, aki arra igényt tart? Igen, hát nekünk az étkeztetés az egyik legnagyobb feladat, tekintetbe véve, hogy az iskolába körülbelül a fele bejáró a tanulóknak, így ezeknek kiszállítjuk az étkezést a településen, ahol élnek. A helyben, aki igényli az étkezést, szintén eljutatjuk hozzá. Ezen a héten kiterjesztettük az általános iskolán fölötti gimnáziumi, illetve szakmunkásban tanuló gyerekeknek is az étkezés, hiszen ezek mind odahaza vannak. Hát van egy családban, ahol van kisebb és nagyobb korú gyerek, és így megoldottuk ezeket, és aki 18 év alatt van Tomaly Monostorán, illetve a Tomaly Monostorára bejáró tanulókat megoldottuk az étkezés kiszállítással. Számos intézménye van a Tomaly Monostorának. Hogyan tudnak most dolgozni, akár a közalkalmazottak, milyen munkarendben? Mennyire lehet azt mondani, hogy meg tudnak maradni az állásokban? Igen, hát mi meg fogunk mindenkit tartani az állásába, ez elég nagy teret fog a falura lóni, de nem szeretnénk senkit az utcára tenni. Az óvónőknek, illetve az óvodai dolgozóknak megkezdtük a nyári szabadságok kiadását, megint az bevéve, hogy 5-6 gyerek van az óvodába, és hát így nincs ennyi óvónőre, illetve rajkára szükség, most ők veszik ki a nyári szabadságot, és hát majd a jár folyamán ezt bepontoljuk. A közfoglalkoztatott körbe szinte mindenki bejött dolgozni, beteg nincs. Van mondom, 2-3 olyan szülő, aki nem tudta a gyerekét ide bízni, hogy otthon maradtak. Ezekkel is ilyen rugalmas munkarendben, illetve a szabadságok terhére megoldottuk. Ilyenkor nagyon szó. Illetve az délelőtt is szerepfogad, délután nincs ügyfélfogadás, csak telefonon. Illetve biztosítottunk a közfoglalkoztatottakból, illetve a hivatali dolgozók közül 8 helyre ilyen készfertőtlenítési pontot, ami a posta, orvosi rendelő, a faluban működő élelmiszerboltoknál van, és itt ide vannak átcsoportosítva az emberek, illetve a házi gondozásban, az ebédkihordásban, a faluban működő szolgálat, ami most többet embert igényelnek, és ide raktuk át a felszabaduló munkaerőt. Ilyenkor nagyon fontos dolog, hogy minél szorosabb kapcsolatot ápoljanak a térség országgyűlési képviselőjével, Efkovács Sándorral, illetőleg a megyei közgyűlés elnökével, Kobai Imrével. Mit lehet erről tudnunk? Mindkettőkkel napi kapcsolatban vagyunk, értékeljük az új helyzeteket, illetve az addig megtett lépéseket. Polgármester úr, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon szívesen. Viszontlátásra. Kedves nézőink! Vigyázzanak egymásra, maradjanak otthon, viszontlátásra.